Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mit is üzennek neked. Elhoztam nektek ezeket a gyönyörű Crystal Vision Tarot kártyákat, valamint a Hold kártyákat a mai új Holdba. Az új Hold 19 óra 56-kor lesz a mérlegben. Szóval arról szól, hogy felismerd a dolgokat, emlékező képességedet fogja ez emelni, és én úgy látom, hogy hát érezd meg az új energiát, merülj bele a koszmosz energiába, mert itt a szerencse a te oldaladon, és én azt látom, hogy nyisd ki magadat, a női oldaladat a férfinek, és nézd meg az, hogy mi a valódiságod az életedben. Legyél ennek tisztában, itt az öröm, itt a könnyedség, úgy gondolom, és én úgy gondolom, az egyensúly is itt van veled, és én úgy látom, hogy az érzéseidet kell, hogy létrehozd, és itt vannak az érzések, és itt van a lelki fény te veled, és hogy látod a dolgokat, az is játszik egy szerepet. A férfi oldalra kijött az, hogy meg vagy hívva a perspektívát, hogy megtaláljad, és hát igen, és pillanatnyilag, hogy ezt meglássad, és igen, hogy változtass a látóképességeden, és a női oldalnak pedig, hogy tisztíts le a testedet, meg a szellemedet, tedd őket egyensúlyba ezzel az új hold energiával. Ez most ilyen detox, szóval ilyen, hogy tisztításról szól az egész. Ez nagyon pozitív, én úgy látom. Most nézzük meg valójában, hogy miről szól ez az egész evel a tarot kártyával, hogy mit kell, hogy tudjatok. Szóval a csillagok. A csillagok egy olyan energia, látod, hogy az univerzum figyel rátok, és itt a hold. A hold energia azt szimbolizálja, hogy pozitív irányba fog ez az egész alakulni. A kelyhekásza azt szimbolizálja, hogy igen, jó irányba fog alakulni, hogy van esély az érzésekre, ebben biztos vagyok. És azt is látom, hogy ő lehet, hogy egy kicsit áldozatként érezte magát, mert te lehet, hogy egy kicsit hidegebb voltál, vagy le akartál vele valamit tisztázni, vagy hát úgy visszahúzottál, én úgy látom ezt az egészet, és én úgy látom, hogy ezért ilyen bezárva érzi itt a szívét, és azt is, hogy ő küzd most ezen keresztül, ő önmagával, hogy küzd ezen keresztül, és nem tudja, hogy mi meg hogy legyen, és én úgy látom, hogy hát meg kellnek itt a dolgoknak, hogy gyógyuljanak, meg kell tényleg, hogy gyógyuljanak. Én látok nála tényleg egy olyan fájdalmat, valami történhetett itt közöttetek, hogy valamit megígértél neki, és nem úgy alakult, hogy másmilyen irányba alakult lehet, és lehet, hogy azért ő fordított hátat, vagy lelépett valójában, de én úgy látom, hogy hiába lépett le, látod, visszafelé néz, és figyel téged, úgy látom, és most per pillanat lehet, hogy ez egy nagyon terhelő helyzet, hogy most nem vagytok egyben, ez lehet tényleg, hogy terhellő helyzet, és lehet, hogy az is egy terhellő helyzet, mert ez úgy érzed, hogy ez a halál, hogy valami tényleg teljesen el kell, hogy engedjetek, hogy valami változás tudjon létrejönni, hát főleg az a lényeg, hogyha valamiben kapaszkodunk, akkor az úgy nem tud változni, és az volna a feladat, hogy elengedjük a dolgokat, mondjuk elengedjük a kívánságainkat is, hogyha kapaszkodunk benne, akkor nem tudnak lehet létrejönni, és ez is ahhoz hozzátartozik, hogy ma is részt vehetsz nálam
az újhold rituálén írjál rám, ráírod mind a két neveteket, és elmondod, hogy mi is a kívánságot, mit szeretnél vizualizálni, és akkor bevonlak a rituáléba, persze ez egy előfizetéssel működő dolog, két napra kapsz egy videót is tőlem. Én úgy látom, hogy az érmék apródja, hogy akárhogy meg akármint ez csak jó irányba fog indulni, de még megkérnek tényleg a kártyát, hogy légy türelmes. Szóval ez a hét, az érmék hetes, ez az a nő, aki tényleg vágyik még, hogy ez bejöjjön, hogy ezek létrejöjjenek, ezek a dolgok. Én úgy gondolom, ez nagyon-nagyon pozitív, és én azt is látom mostan, hogy neked az önszeretettel van dolgod, az önbizalommal, az önszeretettel. Hát, hogyha itten még el vagy akadva, és azt mondod, hogy nem tudod, hogy oldjam ezt meg, nagyon szívesen várlak egy egyéni elemzéssel, hogy megnézzük, hogy mi is van neked most pontosan, per pillanat, mit kell, hogy tudjál, vagy pedig arról szól az egész, hogy a coachingot csináld meg nálam. Az is nagyon pozitív lehetne. És én úgy látom, hogy most ezt az új holddal tudod manifestálni, hogy beinduljanak a dolgok, és nézd, de már jön is az érmék lovagja, akkor az már jönnek a következő lépések te hozzá. Az érzések lovagja, a kejhek lovagja, az is jön valami hozzá. Szóval lesz nagyobb lendület, mert hogyha te tényleg a coachingot csinálod, szóval magyaroknak is van havi lefizetéssel megoldhatók a dolgok, szóval én azt látom, hogy akkora erőt fogsz venni magadon, hogy ide érsz ebbe a szeretőkbe, hogy itt vannak a szeretők, és eléritek egymást, szóval itt vagytok a szeretőkkel, és ezt én nagyon pozitívnak látom. No, koncentráljatok, most már megkeverjük a kártyát, mit kell, hogy tudjatok. Hát én azt látom itten, hogy légy magadhoz hű, és lesz akkor ilyen egyesülés is, és respektáld azt a helyet a másikban, ahol ti mind a ketten egyek vagytok. Ez az új hold a mérlegben, a mérleg az majd egyensúlyat fog neked hozni, remélem ez tetszett, ha így volt, írjátok be, lajkoljatok, kommentoljatok, nagyon örülök nektek, köszi, hogy vagytok, sziasztok!